Azt mutatom meg ezen alapon, hogy milyen technikákkal, milyen esetkezelési technikákkal lehet fölvinni a következő rétegeket a képre. Hogyha olyan van, hogy az első rétegben teljesen rossz színt vittünk föl, akkor ilyen sűrű ecsetkezeléssel, tehát nagyon sok festék van az ecseten, és nagyon sok festékkel teljesen át lehet fedni az első réteget, és teljesen el lehet tüntetni azt a szint, amit oda festettünk. Tehát ez az egyik ecsetkezelés, amikor sok festéket használok. Aztán van az az ecsetkezelés, amikor nem csak átszínezni akarom az adott réteget, tehát itt a vásznon vagy a faroston keverni a színeket. Azt akarom, hogy az alatta lévő réteg az mindig áttetsződjön a fölötte lévő réteg alatt, tehát hogy sok-sok színt egymásra festeni. Ennek az a titka, hogy amikor belemártam az ecsetemet a festékbe, akkor az túl sok, és így le kell róla szedni a festéket, le kell róla törölni, ugye nagyon kevés festékkel, látod itt a fehér lap is átlátszik. És ugye ezzel a technikával még sok-sok színt tudunk rávinni a képre. Mondjuk most a bordóba mártottam az ecsetemet, hogy ki is mosom, mert nem látszik a piros szín. A kraplakba mártom a színt, megint törlöm le. És így színezem, így keverem egymáson a színeket. Vásznon. Tehát lényegében ez egy színkeverési mód is, amikor kevés festéket viszek föl, és hagyom, hogy egymáson keveredjenek a színek. A harmadik pedig a lazúrozás, amikor jól fölvizezem, sok vizet használok. Sokkal látod, ilyen vizesen viszem föl majd a második réteget. Ugye ez a három ecsetkezelési technika van, a második, sokadik réteg felvitelére. Ehhez a képhez ezt a technikát fogom használni, tehát folyamatosan törölni kell a sok festéket az ecsetről azért, hogy itt a vásznon tudjam keverni a színeket.